Megérkeztek a magyar háztartásokba a kormány által nemzeti konzultációnak elkeresztelt kérdőívek, amelyek ezúttal is elsősorban az Európai Uniónak tulajdonított. Magyarországra a kormány szerint negatívan ható politikai törekvésekre hívják fel a figyelmet. A Corvinus Egyetem politológia tanszékének adjunktusa szerint a konzultáció elsősorban kommunikációs kampányként, az európai parlamenti választási kampány nyitányaként értelmezhető. Tehát egyértelműen azt mutatja ez az egész kommunikációs hadjárat, hogy az Európai Unió akadályozza meg azt, hogy Magyarországon jól menjenek a dolgok, ugye mindenhol van inflációs válság Magyarországon különösen, de egyéb problémák is vannak, ezeket ilyen a kormány, minden kormány akarja hárítani valamerre, a magyar kormány egyébek mellett az Európai Unióra, mint Brüsszelre próbálja ezt hárítani. A kérdőíveket kísérő plakátkampányban ezúttal Ursula von der Leyen a bizottság elnöke testesíti meg a Magyarország ellen áskálódó Európai Uniót, mellé pedig Alexander Sorost, az európai tevékenységeit 90%-ban felszámoló nyílt társadalom alapítványok fődonorát nyomtatták. A bizottság szóvivője azt mondta, hogy bár a kampányban megfogalmazott állítások ismert hazugságok, nem fogják részletesen cáfolni őket. We believe in the intelligence of the Hungarian public. Hiszünk a magyar közvélemény intelligenciájában, annak a körülbelül 10 millió magyarnak az ítélőképességében, akik nem csak Magyarország, de egyszer s mind az Európai Unió polgárai is, mondta Erik Mamer bizottsági szóvivő. Biztos vagyok benne, hogy az általunk bemutatott objektív információk alapján megfelelően meg tudják ítélni a helyzetet. Magyarország számos kérdésben, mint az Oroszországhoz való viszony, Ukrajna támogatása vagy a jogállamiság, konfliktusba került az Európai Unió több tagállamával és annak intézményeivel. Az Európai Bizottság az uniós források elköltésének átláthatósága és tisztasága érdekében számos feltételt szabott, amelyek teljesítéséig a Magyarországra eső támogatás egy részét visszatartja.